hattyú, az íjász, egy ellenállhatatlan nő, egy varázsló és egy király lovagok között. Richard Wagner monumentális műve a Parsifal előadása készül az Eiffel műhelyházban. Teljesen más Parsifalt kell játszanom, mint amit eddig játszottam az életemben, és én nagyon szeretem ezt a koncepciót. A tapasztalt Wagner énekes Kovácsházi István partnereként Kundry a bűvös vonzerővel bíró nő szerepében Szántó Andrea debütál, akivel a főszereplő évekig dolgozott együtt a Mannheimi Nemzeti Színházban. Illetve ő dolgozik velem fél éve, úgyhogy mint tényleg tanár. Csodálatos tanár is az István, mint ember is. A járvány kétszer is félbeszakította már a próbákat, ám az opera közösségi oldalán láthatták az előadás pünkösdi külön kiadását, egy 104 perces előbemutatót, aminek a próbáin jártunk. A Gurneman szlovak szerepét ezzel már a harmadik rendezésben énekelő Brecz Gábornak is fejtörést okoz a Wagnernél jellemző rengeteg szöveg. Magam sem tudom a mai napig, hogy az ilyen hosszú szerepek azok hogy ragadnak meg. Hogy lehet az, hogy tényleg az, hogy egy órán keresztül az ember folyamatosan énekel. Valószínűleg a válasz erre az, hogy a zene és a mozgás segítségével. Az előadás Izsák Lili jelmezeivel, Sebastian Hannak díszleteivel és Almási-Tóth András művészeti igazgató rendezésében készül. Minden nincs elárulva ebben a streamben még, a történet értelmezésének a komplex voltából. Mi dolgoztunk a háttérben, és hát elkészültek a jelmezek, elkészültek a bizonyos jelenetek, és ebbe egy pici betekintést csinálunk. András annyira ismeri a zenét, partitúrával ül ott a próbákon, és pontosan tudja, hogy mikor milyen motívum van. Wagner pályájának utolsó zenedrámája a világ csábításaitól, a bűnös vágyaktól való félelmet írja meg, egy megváltás történetbe ágyazva. Kifejezetten csúcs nehéz szerep, mert nagyon mélyen indul, és aztán megy föl, mint a Himalája. Én alapból olyan vagyok, hogy nagyon biztosan szeretem megtanulni a szerepeket, hogy mire a rendezés ügyi dolgokhoz kerülök, addigra lehessen velem valamit kezdeni. Parsifal küzdelme a varázslóval a Krisztus testét sebző lándzsáért, valóság, álom és absztrakció síkjaiba rendeződik. Van, hogy több Parsifalt is látunk a színpadon egyszerre. Én a Parsifalnak énekelek, és hogy most már itt egy idősebb kori Parsifalt adok elő. Van egy fiatal Parsifal a darabban, és lesz egy gyerek Parsifal is a darabban. Picit én így visszaemlékezem a dolgokra, hogy én most hol rontottam el, mint rontottam el az életemből, de nem is mondom tovább. A harcban sebzett Amfortas király kerekes széket, nem trónt használ, és a lovagjai helyett az ifjú Parsifalnak mondja monológiát, akitől reméli, hogy megmenti. A mű helyzeteit a rendezés hétköznapi szituációkra fordítja le. Egy misztikus, elvont világban játszódik, de a konkrét szituációk, amiket megélnek az emberek, azok visszafordíthatóak mindannyiunk által többször megélt szituációkra. Itt a sóskanyag.